Miközben Magyarországon csúcsot döntött a kánikula, Hellebrand Máté kellemesnek mondható 25 fok körüli hőmérsékletben töltötte napjait a csorbató mellett. Igaz, nem nyaralni utazott Szlovákiába, Pokrovenszky József irányításával két részletben 5 hét alatt több száz kilométer gyalogolt az Európa-bajnokságra készülő nyíregyházi atléta. A korábbi 50 helyett már 35 kilométer a leghosszabb táv. Máténak eddig egy alkalommal tavasszal a hagyományos dudincei versenyen volt lehetősége ismerkedni az új táv által támasztott kihívásokkal. Nagyon szokatlan volt, ugye az 50 km az majdnem egy 4 órás verseny, ez az új versenytáv, ez a 35 km, ez meg 2,5 órás, szóval sokkal másabb edzéseket is kíván, felkészülést, és hát másabb taktikát is. Ezt még gyakorolni kell, felnőtt korban még csak most először versenyeztem, utána pótlás korosztályban már volt pár versenyem ezen a távon, de hát az 10 évvel ezelőtt volt. Szóval vissza kell szokni, mindent be kell gyakorolni, a frissítéstől kezdve a taktikán keresztül mindent. Bízom benne, hogy a gyorsaságom nem múlt el. Az egy hónappal ezelőtti amerikai világbajnokságon ott már rendezték ezt a számot. Ott nagyjából az látszódott, hogy inkább a 20 km-eseknek fekszik ez az új táv. Majdnem ugyanazt a tempót tudják végig gyalogolni, mint 20 km-en. Szóval arra számítok, hogy nagyon gyors lesz az egész verseny, de most úgy is készültünk egyébként az elmúlt pár hétben, mint hogyha egy 20 km-es versenyen indulnék. A 35 km-es gyaloglás mezőnye augusztus 16-án kedden reggel 8:30-kor rajtol el. Hellebrand Máté ott szeretne lenni a legjobbak között a célba érkezéskor. Bízom benne, hogy nem lesz olyan meleg. Megnéztük az előrejelzést, az azt mutatta, hogy ilyen 20 fok környékén lesz, szóval az még majdnem, hogy ideális. Egy kétszer négy sávos úton lesz, egy 2 kilométeres pályán. Úgy láttuk, hogy árnyék nem nagyon lesz, ezzel ez mindenképpen hátráltató tényező. Nagyon erős mezőny lesz. Most először az 50 és 60 fős mezőnyt lerövidítették 35 fősre, szóval csak 35-en fogunk versenyezni, viszont ez azt jelenti, hogy a legjobb 35. Itt már tényleg nagyon menni kell ahhoz, hogy az élbolyba tudjak maradni. Az első 8 helyezéssel lennék elégedett, de mivel új távról van szó, ezért magamhoz képest szeretnék egy egyéni csúcsot menni, illetve az 1999-es országos csúcsot is szeretném megdönteni, amit Urbanik Sándor tart 2 óra 32 perccel. Ha ezen belül gyalogolok, akkor már elégedett leszek. A magyar válogatott 35 versenyzőt számláló Európa-bajnoki keretében Hellebrand Máté mellett ott lesz a szintén nyíregyházi magasugró Bakosi Péter és a diszkoszvető Szikszai Róbert is.